ez a szenzor, és ez a kezelőegysége. A nehezen megtalálható vénákat kutatja fel ez a berendezés, amelynek használatával sok fájdalomtól kímélik meg a pácienseket. A Merák Info Alapítvány és a Fehérvári Egészségügyi Intézmény közötti jó kapcsolat révén esett a választás a Szent György Kórházra. Évek óta nagyon jóban is vagyunk, és sokat is dolgozunk együtt a főorvosúrral, Szántó főorvosúrral. Nagyon nagyra becsülöm, amit tesz. Mindezt teszi csupa nagybetűs emberként, és igazából ezért esett a kórházra a választás, és azon belül is ugye az onkológiai osztályra. És hát ez nem nagy titok, hogy én is ugye érintett voltam 9 évvel ezelőtt, és ugye a mai napig én még járok kontrollokra, és tudom, hogy mekkora segítség egy ilyen, illetve el tudom képzelni, hogy mekkora segítség ez a készülék, mert engem is agyon szurkálnak egy-egy vérvétel erőt, mert nekem is ugye tönkrementek a vénáim a kezelésektől. A tervek szerint nem csak az onkológiai osztályon használják majd a vénaszkennert. Naponta mondjuk 50-100 szúrást végeznek a nővérek, és ennek jelentős része problematikus. Nem tudok százalékot mondani, de nagyon sok olyan ember van. Minél tovább él valaki, minél tovább beteg, vagy akkor is, ha meggyógyul, annál többet kell szúrni. Rengeteg segítséget jelent. A berendezés beszerzéséhez szükséges támogatást magánszemélyektől és cégektől kapta a Merák Info Alapítvány.